Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent a Cseppénközség önkormányzatának nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a testület határozatképes, egy fő igazoltan tárgyalóban Szita János képviselő úr. A mai napirendi pontok a következőek. Cseppénközség önkormányzat képviselőtestületének 2024. 4. önkormányzati rendelet az anyakönyvi események hivatali helységen kívüli és hivatali munkaidőn túli engedélyezésről, valamint az azért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 2017 önkormányzati rendelet módosítása. Másik napirendi pont, Cseppénközség önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeli nyugdíj-szociális ellátásokról. A harmadik napirendi pont, Cseppénközség önkormányzata képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletének módosítása. A negyedik napirendi pont, Cseppénközség önkormányzat képviselőtestületének önkormányzati rendelete, a Cseppényi közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető egészségügyi juttatásról, ez a 2019-es önkormányzati rendeletnek a módosítása. Az ötödik, a szociális tűzifa pályázat benyújtása. A hatodik, a 2021 gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése. A hetedik, Holincser kastély és látogatóközpont nagytermének átengedése. A nyolcadik, a Cseppény községi polgárőr egyesület támogatási kérelme. A kilencedik, közlekedésbiztonsági intézkedések. Valamint ezen kívül a tegnapi napon még érkezett három kérelem. Az egyik kérelem az a hit gyülekezetének támogatási kérelme. A másik a Magyar Pünkösdi Egyház Cseppény gyülekezetének támogatási kérelme, és a negyedik az pedig a Nemzeti Vágtán való részvételnek az esetleges támogatása az önkormányzat részéről. Ezen napirendi pontokon kívül szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületet, hogy egyéb napirendi pont javaslat van-e? Igen? Tárgyaltuk március elején, ha jól emlékszem, hogy a költségvetésről a március 31-ig mindenről egy elszámolást az önkormányzat vagyonával kapcsolatosan az mikor tárgyaljuk. Március 31-ig írásba kellett a költségvetéshez leadni a mindenféle vagyonokat, hogy az önkormányzat milyen vagyonnal rendelkezik. Jó, a vagyonkat ezt elfelejtettük, de azt nem kellene tárgyalni. De hát arra kíváncsi vagyok, hogy ez hogy alakult. Én mondtam, hogy minden sorról részletes indoklást meg szeretném én is látni. Kicsit segítsek, jó? Mi a napirendi pont javaslat viszonyosnak? A napirendi pont a költségvetés hiányosságának a pótlása. Államkincstár fele. Ezen javítsunk egy kicsit, a költségvetésnek nincsen hiányossága. Mi a napirendi pont? Az hiányosság volt, Attila, én úgy emlékszem. Az, hogy ön úgy emlékszik, az egy dolog. Azért mondom, hogy a nem vagyok hülye, ezt a stílus légy szíves hajtanba. Az vagyok, de most még segítenek. Március 31-ig, amit az államkincstár fel emlékeztek, ugye képviselőtársak ti is, hogy írásba kell a vagyonát az önkormányzatnak benyújtani. Ez hiány volt. Észrevétel, hiány. Én azt gondolom, hogy napirendi pont maximum annyi lehetne, hogy a vagyonkataszterrel kapcsolatos ismertetés kérdéssel jelző osztom részéről, de hogy ezt szerintem most felállva elmond és idehozza azt, hogy a vállalatok, az is jó, ha nem vállalatok, akkor lehet arról megállapodni, hogy pénteken akkor tartunk egy újabb testületülést, és akkor ott ez bemutatást kell tisztelt képviselő asszonynak, de az az enyhítélre gondolom nincs. Tehát ennek semmilyen akadálya nincsen. De ezt elküldtétek március 31-ig, gondolom az államkincstár felé. Hát nem kellett elküldeni, ez egy rendszer, amiben fel kellett tölteni az adatot. Hát akkor ott fel kellett tölteni. Igen. Jó, akkor én erre vagyok kíváncsi. Oké. Akkor a napirendi pont javaslat az lehet, az én megértésem szerint, hogy mondjuk akkor egy újabb testületülést hívjunk össze, hogy megismerjük a képviselő asszony, és akkor erről... Igen, akkor ez... a 13. napirendi pont, a rendkívüli testületülés kezdeményezése a vagyonkataszter megismerése céljából? Igen. Jó. Előre jelzem, hogy azon nem tudok részt venni, a mai napról is... Hát még nincs levük számon az időpont, figyelj! Nem tudtok szabadságot kérni, mert be voltam vezényelve,
kértem, mert tudtunk refélököm, de a pénteken már biztos, hogy nem fog tudni. Én a pénteket csak bedobtam. Azért majd egyeztetünk. Nincs akadálya, van csoport. Máskor legyen. A gyakorlatilag egy felvetés érkezett, hogy akkor én ezt lefordítom a magam nyelvére, a következő testrejöktülésen ezt mindenképpen tárgyaljuk, az kész, hogy mutassuk annyi, be. Annyi. Hát felveszünk is, szavazunk róla, hogy a következő testrejöktülésen ez az első napirendi pont. Jó, egyéb észrevétel esetleg? Én beszéltem valakivel, és szeretném azt megkérdezni, hogy mennyi a létszáma az önkormányzatnál a közmunkásoknak, van-e esetleg lehetőség a fejlesztésre, valaki szeretné polgármesterot megkeresni abban az ügyben, hogy szeretne munkát kérni, hogy lesz-e rá lehetőség az ő dolgát szeretném előhozni. Amik ez nem napirendi pont, inkább tájékoztatás kérés. Annyi, hogy a kormányhivatal, a járáshivatal biztosít nekünk úgynevezett státuszokat, igen, és ezek általában mindig fel vannak töltve. Természetesen vannak távozó közfoglalkoztatottak is, akik esetleg elköltöznek a településre, vagy a munkavilágába elhelyezkednek. Lehetszesen jönnek hozzám lakosok, akik ebben érintettek, és igyekszünk mindig mindenkinek helyet biztosítani, sőt, egyedi kérelmekkel szoktunk fordulni a járáshivatalhoz, hogy még kapjon státuszt. Tehát az, aki megkereste, az nyugodtan jöjjön be, és egy olyan személy valaki nem lesz közfoglalkoztatott őket a településen. Igen. Egy olyan van. Jó? Mint nekem most. Lehet, hogy itt lesz. Ő nem lesz. Jó. Nekem még az a kérdésem, nem tudom, hogy most tájékoztatásba adhatod úgy is a válaszodat, de volt itt az elmúlt időszakban, március nem tudom, 9-én, ha jól emlékszem, egy vállalkozói vacsora. Igen. Most arra kiket hívtál meg ez a kérdésem, a másik az, hogy miből finanszíroztad, a testület miért nem tudhatott erről, és miért csak egyesek, kettesek kaptak meghívást. Jó. A vállalkozói fórum ez nem első a település életében, ez már a másik vállalkozói fórum, amire meghívtuk azon adófizetőket, akiknek az adóbefizetési jelentős mértékű. Itt 400 000 forintnál húztuk meg a határt, ami ez éves adóbevételt jelenti, és őket kértük meg, őket tájékoztattuk arra, hogy mire költjük az adófizetői forintokat. A polgármester úr is ezen jelen volt. A testület miért nem lehetett jelen? Azért, mert ezt a polgármesteri hivatal szervezte így maga. És voltak olyan kérdések a vállalkozók részéről, hogy esetleg lehetne ezt szűkített is. Attila, ez nem lehet elfogadni, figyelj! Jó. Nagyon sokan meg vannak sértődve a faluba, hogy hallották, hogy volt, ők is befizetnek súlyos adóforintokat, én nem tudom az illetőnek, hogy igaz-e vagy nem, tudom, hogy vállalkozó, ennyit tudok róla, de sérelmezték, hogy ők miért nem kaptak meghívót. Jó, elfogadom azt, hogy egyesek sérelmezik, ezt viszont valahol meg kellett húzni a határt, hogy a kastély befogadó képesség, és ekkor lehet tanulni ezekből a hibákból, jövőre majd az új testület, vagy esetleg amennyiben más polgármester összetart egy olyan vállalkozói fórumot, ahol mind a 120 vállalkozott párosan meghívják. Tehát ennek nem lesz akkor már akadálya, persze a kastélypince ezt meg tudják tartani, de valahol mindig kell határt húzni. Mi alapvetően a legnagyobb 31-2 adófizetőt hívtuk meg, akinek jelentős része hála Isten eljött, és elégedetten távozott a rendezvényről, függetlenül attól, hogy mennyire ért egyet az önkormányzat eddigi tevékenységével, vagy nem ért egyet az eddigi tevékenységével. A tájékoztató 50 néhány perc volt, azt követően egy rendkívül egyszerű, ilyen hátmegálló fogadásnak sem mondanám, egy vacsora meghívás volt, amelynek én, mint polgármester rendelkezik azzal a felhatalmazással, hogy ezt megrendelhetném az önkormányzati igazgatóság társaságtól. Ez kb. 200 000 forint alatti tétel volt, és én nagyon bízom benne, hogy az ott elhangzottakat tudták vinni tovább hírként és elégedett a vállalkozó. Nekem negatív visszajelzés nem érkezett. Érkezett az, hogy kérés vagy kérdés természetesen be voltak egyesek, akik úgy érezték, hogy ők diszkriminálva vannak, és hogy ők nem kaptak meghívót. Majd amikor személyes találkozó volt, és mondhatjuk azt, hogy szembesítés történt, hát akkor csak annyi volt magyarán, hogy én személyesen nem adtam oda a meghívót, én senkinek nem adtam oda személyesen meghívót, hanem ezt központilag küldtük ki természetesen. Jó, és maga a vállalkozói fórum meghirdetése, az lényegesen előbb történt, mint hogy az aznapra egyébként tervezett mosolygós találkozó létrejött,
és mondhatjuk azt, hogy sajnos inkább az a rendezvény rászervezésre került a várkozók napra, hiszen az azon a rendezvényen résztvevő várkozók is megkívást adtak, mert az ő adóbefizetésük elérik ezt a 400 ezer forintot. És sajnálom, hogy ők nem tudtak ott lenni, azt meg kimondottan sajnálom, hogy az ott jelenlévők inkább ismételten arra teszik a hangsúlyt, hogy hozzák meg a közösségünket. Köszönöm. Én nem gondolom, hogy így zajlik ez. Esetleg még valami? Köszönöm. Szívesen. Jó, akkor ez sem volt napi rendi pont, hanem egy adok-kapok, jó? Köszönöm szépen. Akkor aki elfogadja a napi rendi pont javaslatot, kérlek észrehajtatásra érezni. Köszönöm szépen, megállítom, hogy hat igen mellett elfogadja. Az első napi rendi ponttal kapcsolatban már az önkormányzat költségvetése során szóba került az, hogy az anyakönyvvezetői juttatások, illetve díjakat szükséges lenne változtatni. Ezzel kapcsolatban készült egy előterjesztés is a tisztelt képviselő testületnek. Szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek bármilyen kifogása, észrevétele, javaslata. Hát esetleg azt nem tudom, hogy el lehet-e mondani, hogy akkor itt 80 ezer forint összegű ruhavásárlásról van szó. Igen. Az alkalmat, vagy a anyakönyvvezetőnek. Igen, ez régen is így volt, hogy az anyakönyvvezetőnek, hiszen azért ott van egy előzetes előírás, amit meg kell lenni. Sőt, még 2014 előtti időszakot tudom, hogy ott fodrászámlákat is fizetett az önkormányzat. Minden egyes esküvő előtt egy fodrászámlát az önkormányzat elfogadott az anyakönyvvezető részéről. Mi ezeket természetesen elkülöntük. Ezért az, hogy legyen egy elegáns öltözet, ehhez pedig azt gondolom, hogy illik, hogy hozzájáruljunk. Ráadásul ugye maga, aki ugye anyakönyvvezetési feladatokat vállal, és munkaidőn kívül teszi ugye az öt fő díjukat is egy kicsit megemeltük, hiszen akkor szombaton van délután kettőkor egy tanítét, vagy bocsánat, nem tudom, hogy egy esküvő. Bár a részben ötésnek is mondhatjuk az áldozat oldaláról, hogy az egész nap elmegy rá. És ugye ezért is igyekeztünk egy kicsit kompenzálni az anyakönyvvezető kollégákat. Ugyanez a rendelet vonatkozik a közös hivatalban részvevő száv átrepülésre is, az oktatói anyakönyvvezetőre is. Ott az anyakönyvvezetői feladatokat a polgármester asszony látja el. Nálunk az anyakönyvvezetői feladatokat két személy is el tudja látni, de alapvetően egy személy részt. Megfelelő. Van esetleg egyéb kérdés a rendelettel kapcsolatban? És mindenki személyre most tud beszélni, vagy akkor csak egyet? Hát saját költségvetéséből szállták, és mi meg a miénkből. De az ideális jósoltak, hát most elvégezni a nagy költségvetéséget. Hozzáteszem, a másik is végezni, engem nem zavar. Tehát nekem fontos az, hogy az anyakönyvvezetőnk kiállapotban az úgy. A személy szerint kiigazítani a könyvvezetőket. Ki van itt? Ja, csak ez a vég. Igen, de a lakosság is ismeri, tehát természetesen, de ilyenkor nevek. Jó, köszönöm. Akkor aki elfogadja a rendelet, egy ilyen készletetésre jelzi. Köszönöm szépen, megállítom egy hat, hogy ennek a rendelet elfogadása. Oké. Az önkormányzat rendelete pénzbeni és természetbeni nyújtott szociális ellátásokról. Igen, ezek nem egyszerű feladatok és egyszerű élethelyzetek. Én elmondtam már képviselőnek is, elkezdtem mondani, aztán elkezdődött a képviselő testület ülés. Alapvetően be kell gondolom, hogy valamilyen módon a saját tapasztalatom alapján is történt ez az előterjesztés, hiszen egyre több az a helyzet, hogy az időskori ellátása nagyon nehéz feladatok elé állítja a családokat. Főleg azon személyek esetében, akik mozgásában korlátozottak. És én már tavaly is voltak beszélgetések súlyos egészségügyi károsodással élő családokkal. Engem nagyon meglepett az, hogy a közgyógyellátásnak van egy maximuma, illetve a közgyógyellátásból kikerülnek olyan alapvető, talán gyógyászati segédeszközök, amelyek azért a mindennapokhoz szükségesek. Ezért, és volt két egyéb állampolgári megkeresés is
az önkormányzat irányába egyedi támogatási kérelemmel, és akkor kezdtem el mélyebben foglalkozni azzal, hogy a szociális rendeletnek a módosítására valószínű szükség lenne, felülvizsgálatára szükség lenne, mert elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a kis nyugdíjból egyedül élők alapvetően, sőt, hogyha még valaki a családtagon belül vállalja és az ő gondozását otthon, akkor azokat a horribilis pénzbeli kiadásokat tudja finanszírozni. Azért az önkormányzat részéről egy olyan javaslattal élnék, hogy azon állampolgárok, akik mozgásukban korlátozottak, tehát állandó otthoni ellátásra szorulnak, évente maximum 120.000 forint támogatást vehessenek igénybe a gyógyászati, tehát a közügyi ellátásból kikerült eszközökbe, a gyógyászati segédeszközökbe. Ez alapvetően a havi 10.000 forint lenne, de lehet egy összegben is kérni. Volt rá már példa az elmúlt testületülésen is, hogy 50.000 forint értékű támogatást megszavaztunk. Természetesen ez ugyanúgy hozzáadódik, tehát aki már egyszer kapott egy jelentősebb támogatást, az a következőben 70.000 forintra lesz jogosult. Egyeztettem a házi orvosi szolgálattal is, ilyen személyek, akik mozgásukban korlátozottak, azoknak a száma 10 alatt van. Tehát összességében nem jelentős, de mégis azon családok, akik ebben érintettek, ők nagyon megterhelő számokra. És ugye benne azt a módosítást is megtettük, hogy felemeltük az igényelhető összeg határát, hogy honnan szabad igényelni, amit pedig a minimálbérhez igazítottunk, ez kb. Nettó 170.000 forint. Na most tudjuk azt, hogy azon kis nyugdíjasok, akiknek az életkora szerintem 80 év fölött van, és főleg a hölgyek, az ő esetükben ezek a nyugdíjak nem érik le a 170.000 forintot, mert többnyire ők mindig azért voltak ott, hogy kiszolgálják a bányában, vagy a mezőn dolgozó férjüket, és az ő jövedelmük inkább a mindenkori minimál nyugdíj, ez a 30.000 forint. Tehát ott igazán sokat tud jelenteni ezen támogatások. És a másik tapasztalat az az volt, hogy állampolgári jelzés az volt, hogy hiába van az, hogy egyes családok sokat tudtak dolgozni régen, amikor valamelyik tagja ennyire lerubban, az ugye fontos felügyeletet igényel, és a fontos felügyelet van, akkor nincs munkavégzés. Ha nincs munkavégzés, nincs bejövő forrás. Tehát az gyakorlatilag egy ilyen nagyon lefele menő ágba kerül. És akkor mivel azért ezeket ellenőrizni kell természetesen, és havonta határoznak meg ezt a forrást, így még azt is beletettük, hogy a családsegítő szolgálat gyakorlatilag havi rendszerességgel látogatást végez az a családoknak, akik rendszeres támogatást kapnak az önkormányzattól, és a havi kérelmet nem az önkormányzatnál kell kitölteni, vagy saját maguknál tudják kitölteni. Így van egy állandó kontakt is természetesen, és akkor ezzel is tudjuk őket segíteni. Ugye ez a rendelet, tehát én tényleg azt mondom, hogy maga a település szociális támogatási köre az széles. Talán mindannyian emlékszünk rá, hogy akár szociális fizifa oldalon, hogy hiába ad az állam egy keretet, mert az a keret sose fogy el. Mert mindig hozzátesz, hogy nagyon sok olyan család volt, és fel is mutatja azt, hogy egyre szegényebbek vagyunk sajnos, hogy egyre több igény érkezett az állampolgárok részéről szociális fizifa, ahogy egyszerűen tudnak hogyan fűteni. Ez egy újabb szociális támogatás, azt gondolom. Az önkormányzat, amit az államtól kap szociális támogatásokra keret, ugye ez a költségvetésben benne volt talán éves szinten 18 millió forint, hogyha jól emlékszem, de benne az érkezés is, az nem elég. Minden ilyen támogatás, amit jóvá hagyunk, és én szeretném, hogy ezt támogassuk, az alapvetően az önkormányzat saját adóbevételéből tudja finanszírozni és segíteni az arrahászorulókat. Ennyi lett volna az eset. Nem tudom, kihattam esetem egy kérdőszörnyőt. Mondjuk, hogy a közgyógyellátásban ott a perenka, a gyógyszerek, nincs, na kivettek sok mindent ebből a közgyógyellátásból, ez tény. És azért a gyógyszerek egy ilyen betegnél az 40-50-60 ezer forint is, a perenkát meg már nem is tudom, hogy mennyibe kerül, de nagyon sok, hát, amit a nyomon követtem. Igen, ugye ezek is mindig úgy van, és semmiképpen nem nyitom úgy az előző kérdést, jó, csak mondom. A határt mindig meg kell húzni. Tehát, hogy a határtól igaz egy összeget aztán... A határt itt két oldalon hoztuk meg, egyszer azt mondjuk, hogy havi 10.000 forint, ami éves összességben nem valathatja, megértem azt, hogy 120.000 forint.
12-15 százszor. Egyszer itt húztuk meg, tehát 120 000 forintot maximum adunk. A másik határt húztuk meg, hogy a 170 000 forint alatti jövedelemmel rendelkezők igényelhetik. Az sok, és nem háztartásonként egy főre jutó jövedelem, hanem személy. Tehát az ellátásban részesülő. Így valamennyi kisnyugdíjas, valamennyi olyan személy sajnos, aki na, sajnos nem az, hogy támogatást adunk, aki ilyen helyzetben van, ő jogosult a támogatásra, nincs kizárt ember ebből. Jó? Mivel úgy kezdtem még ezt az egészet, hogy személyes érintettségem is van benne, érezem, hogy az én családom van belőle, erre nem nincsen szükség. Jó, tehát nem kell vezetni ezen a napadban. Ott is emelkednek a díjak is. Tudom, de az ő jövedelme nem a saját jövedelme, hanem az összvedi nyugdíja miatt magasabb és egyedüli háztartás. Jó, akkor aki elfogadja a módosítási javaslatot, kérjük készletartásra jelezve. Köszönöm szépen, hadd igennel. Semmilyen egyéb módosítást nem lehetsz közöltünk az SMS-re. De azt a kérdőletet, amit mondtam, hogy mi jó, jó. A még további kettő nem léphetett, de az csak az, hogy a képviselő testületi népsor, az ügyrendi bizottságot kivettük az SMS-ből, ettől van képviselő testületünk és van ügyrendi bizottságunk, de például tavaly, amikor szeptemberben voltak a cserék, gyakorlatilag is egy SMS módosítást kellett a cserék miatt tenni, és a kormányhivatal szabályosságra nyilatkozás törvényességi osztálya jelezni rájunk, hogy ez egy teljesen felesleges, hogy a neveket tartalmazza az SMS-t. Ezért ez a kettő még kivételre került. Jó? Én bejelöltem magamnak, úgyhogy én dolgoztam. Jó. Hogy, jó, köszönöm. Jó. Nem az életük, hogy holnap nem képviselő a képviselő. Persze, nyilván, mert változás lesz akkor. Szépen. De ha ez így nem ütközik jogszabályra, vagy a törvényesség ezt így akarja, vagy így, akkor mint nem tudom hát csinálni. Csak egy községi önkormányzat az elmúlt 10 évben mindenkinek úgy jelentni, hogy nem ütközik jogszabályra és törvényesen működik. Jó, akkor aki elfogja az SMS módosítást, én készletartásra őrzöm. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont az a Csetlén Községi Önkormányzat Külső Testület jelent önkormányzati rendelet, a Csetlén Külső Önkormányzati Hivatal köztisztviselői megillető 2018 évi önkormányzat rendeletének módosítása. Ugye ez arról szól, hogy alapvetően aki számítógép előtt dolgozik, azok jogosultak a munkáltató részéről pénzügyi támogatásra, szemüveget vegyenek. Eddig ez a szemüvegvásárlás évente volt, azt hiszem, hogy két évente adtunk 40 000 forintot, az évi 20 000 forint, és az összeletet vonni. Az árak emelkednek, az infláció sem egyszerű, ezért érkezett a hivatali kollégákkal folytatott beszélgetés alapján. Arra a döntés előkészítésre jutottunk, hogy ezt a 40 000 forintot felemelnék 60 000 forintra, ami azt jelenti, hogy évi 30 000, de összevonható, és ugye akkor természetesen ők számláról igazoltan behozzák, és az önkormányzat közös hivatal megtéríti számunkra ezt az összeget, 60 000 forint értékig. Én szeretném kérni a testület tagjait, hogy támogassák ezt a kérelmet és a hivatali kollégák egészségmegőrzését használják. Kérdés? Ha nincs, akkor készletadásra jöttünk. Köszönöm szépen. Hat, igen. Oké. A szociális tűzifa pályázat megjelent, ismételtem, ugye haladunk előre, ugye egy cél az 5 000 forint, a lakosságok
lakosság esetén a támogatásról biztosítása az arra rászoruló számára. Ugye ennek a kiosztása az mindenképpen évvégén van. Az állam már most megjelentette ezt a felhívást. Ugye a felhívásnál fontos, hogy a kiszállítás költsége az a önkormányzat feladata. Ugye ezt az erdészektől meghatározott vállalkozók fogják ki. Azért ezek nagyon sokba kerülnek, csak szól. Tehát, hogy tavaly közel 1 millió forintot fizettünk a kiszállításra, és ebben nincs mozgásterünk. Tehát, ha lenne elég saját fán, a természetes kidőlés okozta, sokkal jobb ajánlok lenne, mint engem a szociális tűzre. Tehát, és azt hiszem, még minimális ölvészt is kell venni. 200 Az ölvészt, még 200 mérszetet ölvészt is kell, de egyszerűen a szociális tűzik a fának ölvészre kell hozzájárulnunk, és azon kívül még a szállítás költségét is az önkormányzatnak kell fizetni. De még mégis még támogatási javaslom természetesen, mert alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi rászoruló, fizikában hiány szenvedő személy támogatható legyen az önkormányzat részében. Van esetleg ezzel kapcsolatban a kérdés. Hát csak a pályázat beadása, majd az, hogy kinek adjuk, hogy az majd az a döntés, amikor kimegy a családségtől a település üzemeltetési részre, és szokás szerint mindenhol a közvettanulmányt végeznek, és akkor az alapján ők tesznek egy javaslatot, hol van, hol nincs van, milyen jövedelem van, de ebből szerintem szeptember-októberben van szavazás. Jó, aki elfogadja, kinek készletetés. Egy kérdés itt azzal, arról volt szó korábban a leírásban, hogy elektronikusan kell benyújtani a kérelmet. Most ugye vannak, akiknek nincs lehetőségük volt a elektronikus hozzáféréshez, azok mehetnek is segítséget kapnak a... Így van, ez mindig is így volt. Ez mindig is így volt. Köszönöm az észrevételt. Jó, akkor aki elfogadja, kérem készletetésre jövőző. Hát igen, köszönöm szépen. Jó, a következő napi rendi pontunk az a Csepény 2023 évi gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatának átfogó értékelése. Ugye ez azt hiszem, hogy elektronikusan kiküldése került még a helyi esélyegyenlőségi program is, az azért nincsen bent az elkészítés, a kiadott dokumentumban, mert annak a hossza az elég erős. Ugye ez talán még az első negyed évben, 2023 első fél évében kerültek ennek a megírása, ami egy hatalmas munka volt, egy Csetény esetében a családsegítő, a Száfál esetében pedig talán az akkori edző módosította a Csetény anyagot. Ahogy kapunk egy részletes beszámolót az elmúlt év teljesítményéről, illetve feladatairól. A beszámoló az válaszoktam szerint megfelelő, viszont az én napi tapasztalatom alapján lényegesen több kontakt és feladatellátás van, hiszen ez jól tapasztalható volt a tavaly, amikor a gyermekek támogatását, iskolakezdési támogatás helyett iskolába járó szülők támogatását néztük, hogy mégis mennyi az a család, aki még nem éri el azt a küszöböt, hogy beleessen abban, hogy ilyen szolgálat segítse az ő mindennapjait. Ugye majdnem a tízszerese ennek a valós száma a településünkön, és azért belük is vannak kisebb egyeztetések, konzultációk rendszeresen. A családsegítő szolgálat ugye egyedül Csepényben érhető el település szinten, az összes járási településen az IC központ látja el ezt a szolgáltatást. Ugye mi annak idején azért vettük igénybe ennek a lehetőséget, mert az állam ennek az egésznek a működését 100%-ban tudja támogatni, és így ugye helyet is tudtunk teremteni, természetesen ez is nagyon fontos volt. A családsegítő szolgáltatását ellátó a megfelelő iskola végzettséggel ugye rendelkező pályázat útján választottuk ki, illetve az mellett elvégeznek még a kulturális feladatellátó személlyel együtt kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítását, de mint látjuk a családsegítő szolgálat végzi a Erzsébet tábornak a lebonyolítását is, mind Csetényben, mind Szápá települése is ennek a programnak a megszervezését. Én megköszöntem a beadott anyagot, de valahogy ezt ráírtunk volna május 20-ig,
május 31-ig, de elkészültünk időre. Szeretném kérdezni, igen. Nekem csak az a észrevételem, hogy nem akarok személyeskedni, távol állni, de a polgármester úrnak a felesége a család segítő. És hogy ez munkáltatói jogokat a polgármester úr, én úgy tudom, nem gyakorolhatna a családon belül. Egy, a szakmai leírást, amit itt elénk raktatok, én azért azt átnéztem, és egy kicsit a szakmám is a történet valamilyen szinten el lehet fogadni, csak munkáltatói jogokat én szerintem törvénytelen, hogy a polgármester úr saját családja családjának. Szeretném megjutatni itt tisztelt képviselő asszony, hogy az önkormányzat, ahogy mondtam, nem törvénytelenül működik, sem eddig, sem ezután. A munkáltató jogkör gyakorolja, ebben az esetben az alpolgármester. Ahogy az én szabadságom megvédését is az alpolgármester végzi. Sőt, ha kapok, vagy kapnék ezért, utazási kedvezményt, azt sem én magamhoz kell, hanem az alpolgármester írja alá. És bár személyeskedésnek helye nincsen szerintem, de a feladat ellátásra igyekszem azt fontosítani, ahogy pontosan tudom azt, hogy a tisztelt képviselőasszony rengeteg energiát fordít arra, hogy az én feleségem, aki szociológus diplomával rendelkezik és a családsegítő feladatot ellátja, milyen pénzbeni juttatásokat kap az önkormányzaton. Erre se kaptunk választ. Mert sose kérdeztem, egy hivatalosan várt a testetődést, hogy megkérdezzem, csak szeretném mondani, hogy az ő fizetése az a szociális törvény határozza meg, és erre egy kiegészítő támogatást is kap az államtól, tehát az önkormányzat részéről semmilyen egyéb juttatásra nem jogosult. A fizetése az pedig a, szerintem a diplomás minimálbérből nélkül van, mert az törvényleg az a minimum, amit adni kell, és körülbelül ennyi. Egy méter, kilométert nem számol, amikor a saját autójával járja a falut, az önkormányzati gépjárműveket úgy szintén nem használja természetesen, tehát én inkább független attól, hogy este ki mellett fekszem, nem inkább hálával tartom azért a tevékenységet, amit a családsegítő szolgálat elvégez a településen, és jól mutatja azt is, hogy az idei évben is több eset konferencián is részt kellett venni. Az IRCI családsegítő szolgálat vezetői is, hogy velük együttműködve történnek ezek a konferenciák, és mindig megelégedéssel nyilatkoznak arról a szolgáltatásról, amit Csetnével ők tapasztalnak. És még mielőtt valaki azzal jön, hogy a családsegítő szolgálat családokat zaklat, mert várnám ezt is, hogy néhányan panaszkodnak olyan helyeken, ahol inkább egészségkárosító szereket vásárolnak, hogy a gyermekek védelme a legfontosabb, és nagyon sok esetben előfordul sajnos a településen, hogy a szülők maguk sem mérik fel jól, hogy az ő tevékenységük esetben milyen károkat okoznak a saját gyermeküknek, és a családsegítő szolgálat feladat ellátás nem egy hálás feladat, amikor a veled szemben ülő szülő egyértelműen azt mutatja irányodban, hogy a gyermek neki nem fontos. És amikor a családsegítő szolgálat kezdeményez egy gondozásba vételt, vagy egy alapellát, ugye az alapellátásba vétel az első, ugye? A gondozásba vétel a következő szint, akkor meg biztos, hogy lesznek hőzöngők a faluban, csak nem nézi meg a személy, aki hőzöng, hogy mi vezetett oda. Tehát sajnos egy ilyen esetkonferencián a gyermekek, amelyik intézményben járnak, az onnan lévő intézményvezetők is jelen vannak. Sőt, szerintem már volt olyan rendőrség is jelen volt. Tehát nem csak a médiában hangos a családon belül erőszak, hanem alapvetően a helyi családsegítő szolgálat is találkozik olyannal, amikor igenis családon belül erőszak van, amit nem csak úgy kell lefordítani, hogy fizikai bántalmazás van, hanem maga egy kommunikáció is minősíthető családon belül erőszaknak, hiszen a gyermek fejlődését befolyásolni tudja. Tehát lehet, hogy rajtam nem látszik, én nem voltam részes a családon belül erőszaknak, csak egy példa, hogy én mondjuk 6 éves korig alig beszéltem. Mára ezt elfelejtettem, azt hiszem, de vannak olyan gyermekek az óvodában sajnos, akik óvodai ellátásra jogosultak év koruk alapján, de a kommunikációjuk nem megfelelő. És ugye ezeket mindig van egy jelzés, az óvodavezetés részre ezeket fel kell kutatni, mi ennek az oka, a szülőkkel kell egyeztetni,
valamikor békétető testület van, nem egy Mónika Show, de nagyon-nagyon durva helyzetek vannak egyes családok fel, aminek a megoldások fontos feladat és nem hálás feladat. De azért vagyunk, hogy a családokat egyben tartjuk és a gyermekek biztonságos nevelését támogassuk. Kérdés még? Nekem csak az, hogy ezt az egész dolgot miért nem akkor a családsegítő mondja, miért a polgármester úr? Mert én kértem meg a családsegítőt az előterjesztésre, hogy készítsen. Mert jobban megismernék. Én konkrétan nem ismerem a feleségedet. Hát a feleségemet megismerted munkaidőn kívül, a családsegítőt pedig munkaidőn belül. A családsegítőt nem dolgoztam 10 évet, figyelj. Tudom, hogy miről beszélünk szakmailag. Ez nekem nem gond, csak a problémát én is tapasztaltam, meg most lehet, hogy még többet fogok tapasztalni, mert én is járok ugyanúgy most a faluban, teszem a dolgomat. Csak szeretném megjegyezni, hogy az itt elhangzott előterjesztések esetében a jegyzőasszonynak is bőven kellett volna beszélnie. A kellene, múltkor kellett volna beszélni a pénzügyesnek, itt kéne lenni a polgármester vezetőnek, itt kéne lenni a hídgyülekezet vezetőjének, akkor a nemzeti vált után indulnak, de... Nem, Attila, ez egy önkormányzat kötelező feladata, a szociális alapellátás. Itt azért annak illik részt venni, aki ezt a feladatot, szakfeladatot viszi. Nem a polgármester úrnak kellene beszámolót tartani erről a feladatról. Nagyon jó. Szeretném kérdezni, leegyszerűsítve a feladatot. A beszámoló elfogadható a tisztelt képviselőtestület számára, vagy nem, aki elfogadja, kérdezhet. Még egy képzésem van, Valle Szilvia volt kollégám, ő is látom, hogy itt részt vesz ebben a munkában. Igen. Akkor ezzel kapcsolatban tudsz valamit mondani? Én elmondtam az előbb. Ő az Ézi Családsegítő Szolgálatnak a vezetője, és őket megkérdezik az esetkonferenciát. Mert mit mondjuk, szokott vinni kávét és ízlik neki. Komolytalan. Még mit mondjuk? Jó. Jó? Ne dagozzuk inkább. Köszönöm szépen. Akkor aki elfogadja a beszámolót, kérem készletadásra lesz. Köszönöm szépen. Hallgatjuk. Holcser, Kasti és Tárdagadató Központ nagy termének átengedése. Ennek csupán annyi oka van, hogy a választások kívása megtörtént 2020. június 9-en. Azt hiszem, mikor indul a ajánlószervének gyűjtése? 20-án. Április 20-án indul az ajánlószervének gyűjtése, de Csetén az már 7-8 hónapja választási lázban ég. És szerintem az elmúlt ciklusokban is mindig volt rá példa, hogy az éppen kandidáló polgármesterek díjmentesen használhatják a nagy termet, kis termet, a kastélyt. És én hallottam olyan sztorikat környező településekről, és nem tudom, hogy ez szabályos-e különben, de hogy nem adják oda a regionális polgármesterek a termeket, hogy ne segítsék ezzel az őket leváltani tervező személyeket. Én gondoltam rá, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha még hozunk róla határozatot, és mindenki nyugodtan használja ilyen céllal, szeretni a lakosságot tájékoztatni, programot ismertetni egyszerű alkalommal. Ezt külön a rendes választások során is mindig biztosítottuk, még 2022-ben is az összes jelöltnek megvolt a lehetőség arra, hogy fórumot tartson a településen. Szerintem ez a lakosság tájékoztatásához, korrekt tájékoztatásához és pártlakon tájékoztatásához elengedhetetlen. Ezért az a javaslattal érkeztem alapvetően, hogy a polgármesterek részére egy-egy alkalommal egyeztetett időpontban akkor legyen egy lehetőség arra, hogy ők a programokat ismertessék a lakossággal. Amennyiben a polgármester jelöltek, ne adj Isten, még vitázni szeretnének egymással, akkor ezt pedig majd külön biztosítjuk a részükre a kastély termét, de tényleg kb. Mert ugye van egy érvényes rendelet, amikor olyan pénzt kéne kérni, csak azért kell erőlni. Van esetleg hozzáfűzni való? Nincs jó, hogy elfogadjuk készletartással lesz. Igen, köszönöm szépen. Akkor Csetén polgárőrség támogatása. A Csetén község polgárőr egyesülete fontos szolgáltat végez a településünkön. Múlt héten szombaton volt nekik egy ilyen éles beszámolók is, ahol elmondták, hogy mennyi szolgáltat nyújtanak, vesznek részt a település életében.
azt is elmondták természetesen, hogy, hogy nem is küzdenek anyagi gondokkal, hála Isten, mert a Magyar Polgári Szövetségtől kapott támogatásuk az azt hiszem évi 230 ezer forint, az úgy nagyjából elégséges, illetve sikeresen pályáztak ők is a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, ott ruhákat fognak tudni venni, és volt nekik Magyar Faluban is eredményes pályázatok az elmúlt években, tehát tényleg jól, jó infrastruktúrával rendelkezik a Polgári Egyesült. Én továbbra is gondnak tartom egy kicsit, hogy a létszámuk alacsony. Tehát, hogy kevesen érzik azt, hogy oda érdemes lenne csatlakozni, és hogy azt szívesen csinálnák. Pedig a Polgári Egyesület elnöke szerintem jól szervezi a munkát, igyekszik figyelemmel lenni a tagoknak a személyes elfoglaltságáért arra. De most jelezték pár héttel ezelőtt, hogy ilyen 50 ezer forint körül van a pénztárban, és itt szeretnénk üzemanyag támogatásra igényt benyújtani. Jeleztenék, hogy ottan küldjék az igénytestet, ezt megvitatja, megbeszél, és amely olyan testet jó adják, hogy természetesen ezt a támogatást kapjuk. A Polgári Egyesület különben évente nem ezt a 100 ezer forintnyi támogatást szokta kapni, hanem hogyha van falunap, akkor arra még szoktunk nekik egy plusz díjat biztosítani, vagy ha bármilyen egyéb eseményen részt vesznek, vagy éppen finanszírozási gondjuk van, akkor ezt megtesszük. Ugye tavaly novemberben is azt hiszem ez volt, hogy szétesett a kuplunk szerkezete az autónak, és hogy 200 ezer forintot hozzátettünk ahhoz is, hogy tudjanak eredményesen működni. Ugye maga az az autó is annó, három hónapig volt polgárosan, amit már kapunk autót a VM-től. És az autó körben jó állapotban van, de a feladatellátásokhoz elengedhetett, mert most már láttam, hogy robogóznak is. Az is van, és most az új cél az, hogy elektromos biciklit is vegyenek, mert akkor aztán kell tankolni. Tehát célok mindig vannak, én remélem, hogy ezeket el tudják érni. Én erre a támogatásra őket mindenképpen javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy támogassa őket ezzel a 100 ezeret, ha elfogadják készletetésre jövő. Köszönöm szépen. Hát igen, megállt. Következő napi rendi pont, közlekedésbiztonsági kérdések a településen belül. Ugye ezek a település mellékutcáit érintő közlekedésbiztonsági intézkedések, főleg lakossági igények, illetve közlekedésben résztvevők gyakorlati tapasztalatai alapján megszületett javaslatok. Nem összekeverendő a főút mellett lévő várakozni és megállítós táblákkal, aminek különben a mai ismereteink alapján összesen a lakosság is már elégedett a felesleges hisztériakert és követően mindenkiben látta, hogy ez nem rossz, hogy ez így van. Én továbbra is elnézést kérek a buszsofőr kollégáktól, hogy nekik oda ki kell járni, de a többség igényét mégis ezt fogálja. Az itt lévő előterjesztésben hogy az látszik, hogy az Arany János út Jókai utca keresztülésénél elsőbségadás tábla kerülne kihelyezésre, a Rákóczi utca és a Trafóháznál is, hogy a rendről jövők számára elsőbségadás tábla a BEM és József utca közben kerülne még egy új elsőbségadás tábla. Ezek gyakorlatilag most is így működnek, tehát a forgalom az eszerint működik. De egy baleset esetében, ha valaki figyelmetlen, akkor az egy erősítás kérdés, azért ezt a táblával lehet megerősíteni, hogy a közlekedési részvevők azok úgyis látják el a feladatot. Ami fontos, a Kossuth utca és Petőfi utca keresztülésében egy domború tükör kihelyezése, hiszen az egy nagyon-nagyon nehezen belátható útszakasz. Ahhoz, hogy ezt kitegyük, ahhoz különben a közútkezelőt tájékoztatnunk kell, mert az a közútnak a területén lesz majd, vagy betesszük a betiéknek a kertjébe, vagy a szomszédnak a kertjébe, de azt a közúthoz be fogjuk nyújtani. Ugye a két Zsák utca igény érkezett egy a Sallai utca részéről, egy pedig érkezett a József Attila utca részéről, hogy amikor oda bemennek egyesek, bocsánat, tudatlanul, nem helyiek, és azért igenis nem egyszerű a megfordulás egyik utca végén sem. Tehát amikor valaki halad, akkor azért azzal legyen egyértelmű számára, hogy ott az egy Zsák utca, ezért két ilyen táblát szeretnénk kihelyezni, és a Törekvés utcában utcából érkezett fekvőrendőr elhelyezésére kérelem, azt két személy gyűjtötte ezeket a kérelmeket.
úgy emlékszem, hogy még Varga Zsukendra alpolgármester úr is látta és aláírta ezt, és akkor ennek a kihelyezése lenne majd most egy feladat, és ugye Rákóczi utcánál akkor egy lakóvezeti táblát is kihelyeznek a fekvőrendőrrel kapcsolatban, mert hogy elméletileg a lakóvezeti táblára is szükség van, most megvizsgáltuk még a szabályokat, mert hogy az ugye már alapvetően csökkenti az áthaladási sebességet, azt hiszem 30 vagy 40 km/h csökkenti az 50-ről, így elkerülhető az, hogy amennyiben a tudatlan gyorshajtók áthaladnak 50-nel a fekvőrendőrön és a gépjárműben fizikai kárban, akkor azért az önkormányzat ott egyik felelősség, hogy nem tudtuk fel a figyelmüket arra, hogy ez nem 50-es körzet, hanem 30-es körzet. Én azt gondolom, hogy ezen táblák kihelyezése nem változtat a jelenlegi közlekedési szokásokon a településen, viszont vitás eseteket képes majd rendezni, hogyha véletlenül úgy alakul. Természetesen látszik az is, hogy van elkopott tábla is, amit cserélünk, illetve a Törekvés utca elején, és az való igaz. Nekem sem tűnt fel, de abban simán be lehet venni a fejet, amikor lefordulunk a járdáról a Törekvés utca irányába, az egy alacsonyan lévő tábla, mert kikessen az oszlopát, vagy alá kell betonozni egy szintet, hogy kicsit magasabban legyen. Körülbelül ennyi lenne. A képső jeleztem, hogy a kérelmet szeretné látni, azt előkeressük és oda fogjuk adni, mert ez szerintem még ez tavaly, nem mikor írtak te azt? Október, hát november, decemberben volt. Azt hiszem, hogy akkor történt ezeknek a gyűjtése. Én azt határoztam akkor meg a kérelemben önkormányzathoz forduló, majd a ülésen kívül elmondom, hogy ki volt ez, hogy minimum 20 hozzájáruló nyilatkozat kell a Törekvés utca lakóitól, és különben tényleg tapasztalható ott is az, hogy ezért azt tolják neki erősen. Főleg akik az utca végén laknak, és túl távol van az utca eleje, és akkor azok nagy gáz a végén. Jó, van-e esetleg ezzel kapcsolatban? Egy javaslatot szeretnék arra, hogy az említett tábla oszlopnak a csöve, igen, alacsony, rövid, megszűnt a busz megálló tábla a buszfordulónál, miután megszűnt kint a konténeriskola, ott van egy cső, amiről a tábla le lett véve, tehát egy tabló, esetleg azt már lehetne is oda hasznosítani. Persze, teljesen jó. És annak megfelelő a hosszúsága, magassága. És ez mennyi pénzbe kerül az önkormányzatnak? Hát azt nem tudják rakni. Nem ez, de a tábla. Ez kb. Kértek be lehet a emlékszem, én úgy számolom, 250 körül lesz az egész. Ugye a közútkezelő, amikor kirakta a főút mellé a táblát, azért mondtam, nem összekeverd a kettőt. Azt az önkormányzat nem rakhatta ki, mert az közútkezelő. De nekünk a közútkezelőnek ki kellett fizetni a kirakást. Abból az 1.400.000 forintból vagy 1 millió forint volt a munka. Most ugye mi magunk lefúrjuk, kirakjuk, mert hogy a belterületi utaknak a kezelője az az önkormányzat, ezt megtehetjük. Tehát Duna ezért 200.000 forintból van, jól emlékszem. Nem egy jelentős összeg. És ez a fekvőrendőr, ez ennyire fontos? És mivel 20, szerintem 20 fölötti lakos írta alá, ez őket egy állampolgári igény a Törekvés utcából. És a Rákócziban most még ezen kívül akart? Nem. Vagy nem, 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 nem. Csak múltkor volt olyan személy, aki jelezte, hogy nagy gázol is át szokott rajta hajtani, és hogyha kitörne a futóművesítve, akkor az a... Megdobja az illető, kifizeti a kárát. Most jelen helyzet az önkormányzatnak kéne fizetni a kárát, de kitesszük a lakóvezeti táblát, amik különben még vannak idejénképp. A polgármesternek ott a javaslat a lakóvezeti táblának elhelyezése. Akkor már nem szól. Akkor jövök meg a kártérzést. Nem akartam, hogy képsorban szól, aki mindig nagy gázon végigmegy az utcán, de... Most egyszer mentem és meg is szívtam. De van itt 30-es tábla, amit rendeztek. Jó, annyira nem még ehhez, hogy tehát mindenképpen ami jelenleg van, ahhoz képest egy ilyen nyújtottabb... Igen, lassításon... nem ilyen lesz, bocs. Igen, azért ennek a gyermekezőjében... Ugyanúgy le kell lassítani, de nem is ez az autó. Ez egy határizé, ez egy jó rossz idő. Csak nem tesz kárt az autóban. Ez egy rossz idő. Fontos, hogy az jó legyen. Jó, igen, tehát ez a
De én elmondtam úgy, hogy miért ez a fekvő rendőr lett. Hát nem volt nagyobb. De ez a gyermekek miatt van, és én ezt tovább is feltartom, hogy olyan gyermekforgalom van, és reggel is nagyon durva, mert a gyermekeket viszük iskolába. A Törekvés utca esetében az is jelezve lett a lakosságnak, hogy a kicsi, tehát az elnyújtott, és kisebb, ami még egy hupli, de azért mégis lassítását nézíti az áthallókat. Mert tényleg szükség van rá. Jó? Köszönöm. És ott egy darab lenne egyébként? Kettő. Nem a végén, közepén kerülhetünk. A végén mindenki tud is magász. Én még azt szeretném jelezni, hogy múltkor jöttem a Hunyadi utcából, Benis Antéknál voltam, és akkor egy ismerősöm látta, hogy ott vagyok, meg mit tudom én. Rám telefonált, addigra már majdnem hazértem, kért, hogy menjek vissza, és akkor megkért azzal a kapcsolatban, hogy ugye régen úgy volt ott a Hunyadi utca és az Arany János utcánál, hogy az Arany János utcából jövő forgalomnak volt elsőbségadás kötelezettsége. Igen. Tehát a Hunyadi utca volt a védett út. Igen. Meg a BEM közből érkezőknek volt elsőbségadás kötelezettsége. És nekem mondta, hogy hát, hogy milyen értelmetlenség, tudom, mert én se tartom jónak, sokkal jobb volt a régi rendszer. Amikor ott beszélgettünk, egy hölgy, vidéki, Jásdi, nem mondom az autó típusát vagy színét, nem publikus. Ne sikar, hogy nevét mondom. Nem. Igen. Olyan gázzal ment át, hogy azt megkérdezte volna, ő azt mondta, hogy itt elsőbségadás kötelező jelző tábla. Tehát Hunyadiból jött, Hunyadin tovább, őnek ott körül se nézett, figyeltem, még csak a balra el sem nézett, hogy na most onnét, aki jön, annak van elsőbsége. De egyértelműen, mivel akkor az volt a hivatkozás, hogy a nagy hóra, a jeges az út, meg egyébként, ha lesz hó, tisztán lesznek tartva az utak, nem lesz probléma. Meg én szerintem, akik onnét a legnagyobb forgalmat veszik igénybe, vagy legtöbbet közlekednek, mondjuk a Vargalackon. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem kanyarodik el, hogy ne győződne meg arról, hogy nincs ilyen személy, aki nem adná meg neki az elsőséget. Biztos, hogy egy nagyobbtól van is. Hát azért így megadni. Igen, de akárki jön, én sokkor onnét jövök, hiába tudom azt, hogy csak a szembejövőnek kell elsőséget adnom, akkor is elnézem, hogy megkapom-e. Tehát én szerintem sokkal jobb volt a régebbi rendszer, amikor a BEM közről érkezőnek, meg a Arany János utcából érkezőnek volt kint az elsőségadás kötelező jelzőtábla. Akkor, amikor erről régen beszéltünk, és szerintem ez talán még együtt lett kirakva szerintem a kastélybe, vagy szerintem most is. Az is régen biztos, hogy jó volt, hogy a kastélybe be lehetett menni kocsiban a kastélyban. De ha megnézzük azt, hogy a mekkora lakosságszám van az Arany János utca, a Sallai utca részén, lényegesen maga több, mint a Hunyadi utcának a keresztülésről hátra levő részén. Ez egy. Tehát az átmenő jövő forgalom miatt mindenképpen kedvezőbb helyzetbe kellett hozni azt, hogy a nagyobb a jövő forgalom egyszer. A második, hogy ez nem stopptávla. Ez egy elsőbségadás kötelező tábla. Amikor bármilyen keresztülésbe érkezünk, kellő körültekintéssel hajtunk be a keresztülésbe. Azt, hogyha az éppen említett omnibus személy, akinek nem beszélünk a nevéről, rendszámáról és autótípusáról, bár tudjuk, hogy ki az, az, hogy vakon átmegy egy keresztülésen, az ilyen személy megteszi a szápári keresztülésen is átmegy. Így van. És meg is csinálni. Tehát, hogy ez nem a tábla kérdése. Az a tábla sokaknak különben előnyösebb, ilyen lentről jövőnek, mert az autóknak egy része már automata. De szerintem a közlekedés vizsgálat, amit még annak idején is tettem, 98-ban, a mérleg állása legnehezebb, ugye, amikor elindulunk, és a mérlegállásból kell indulni. És ugye ezért van a másik projekt, ami ugye a Magyar Közúttal elmehetek majd közös lesz, és továbbra is hiszünk benne, és dolgozunk rajta, a Rákóczi utcának az esetleges egyirányosítási lehetősége, hogy a körforgalom vagy lassító szigetek kialakítása a településen belül, hogy az is azért született úgy a döntés, hogy itt legyen a körforgalom, és ne ott, mert hogy a Rákóczi utcában kihajtani a Petőfi utcára,
az egy technikai hibba lehet egy olyan sofőrnek, aki vasárnaponként vezet. Mert az elindulás szinte attól többen rettegnek. Mert ott tényleg nagyon rossz a kilátási lehetőség. Jó, tehát én elfogadom azt, hogy a szokás, ami volt régen, az néhány személynek esetekben annak a megváltozása nem kedvező, de összességében a lakosság nagyobb részének azok a forgalom, közlekedés biztonsági jelző táblák előre szolgálnak. Tehát, hogy az ott jó, és ugyanúgy, ha nézzük most az Arany János utca, szerintem itt van az is, ugye, a Jókai kereszteződés, például a feltről jövő, ott is kell, hogy most helyezünk egy táblát, de az is nagyon gáz, amikor feltről valaki csont nélkül lejön, mert hogy most melyik ott a felsőbb szintű. Bár az szerintem egy egyszerű, mert egy egyenrangú kereszteződésnek minősül, és a jobbról jövőnek, alulról jövőnek alapvetően elsőbsége van, aki a hargalackói irányából érkezik, tehát neki elsőbsége van. Igen, de aki fölfelé megy lefele, annak viszont elsőbséget adja Jókai utcában érkezőknek, és úgy győznek arra lefele, mint a jövőjének a védett útra. Így van, és az jó dolog, hogy azt védetté tenni, és oda tenni. Így van, tehát ezért vannak, továbbra sem azért hozunk szabályokat, hogy a lakosságot ezzel nehezítsük, vagy nehezítő körülményeket alakítsunk, ilyen azért, hogy a biztonságokat fokozzuk. És részben mondjuk azt, hogy egyeseket megvédünk saját maguktól. Igen, most a mérleget nézzünk, hogy többen vannak az Arany János utca, Jókai utca, Jészen Sori utcában érkezők, a BEM közből érkezőknek elenyésző forgalom, tehát ez egyik ki... Igen, de a BEM és BEM köznél is például a kifele hajtás fölfele, oda is kell tenni egy ilyen tervet, mert föntről pont a te csúszás miatt volt. Jó? Igen. Ehhez én is szeretnék, én is sokat járok arra, de Hunyadi kapcsán is. És egy legyen, de a Hunyadi utcából megy. És igazából itt nem is az a... Én nem mennyiség kérdést tenni felőle, hogy hányan melyik részen hányalaknak és hányan hajtanak ki melyik irányba, hanem a biztonság. És ha a biztonság az első, akkor így sokkal rosszabb a megoldás, mint ahogy a Hunyadi ember védett tud. Sokkal biztonságosabb, mert aki rámegy erre a bármelyik irányból, vagy az anyból, vagy a bentőzből a Hunyadira, ő automatikusan lelassít, megáll, jobbra néz, balra néz. Aki a Hunyadira megy, tényleg úgy érzi, hogy ez egy normális, egyenes védett út, van két leágazás, hát miért kéne neki elsőséget adni? Lehet, hogy nézetáblát, lehet nem nézetáblát, de az emberek általában rutinból mennek, sajnos, és ez balesetveszélyes. És szerintem kevésbé balesetveszélyes, hogy meg kell állni a kijövő az Arany Jánosból, le kell fékezni az autót, vagy kézifékezni, stb. És úgy kihajtani, az biztonságos. Lehet, hogy nehezebb, de biztonságosabb, mint hogy a rettegni, hogy kizúg el ott előttem és kiviszi az autómat. Ezért mondtam, hogy alapvetően nem sokkal van, hanem lassítva kell megközelíteni valamelyik keresztődést, és úgy kell azon átfaladni. A hozzáemlékezett visszajelzések ezzel kapcsolatban különbözők voltak, hogy jó, hogy ez a táblat megszületett így módon, és tényleg jelentőség szabott a csúszás utcakasznak is. Tehát hogy amikor ott lendületet veszel alól, és azért tényleg arra még mindig volt például, hogy megálltak, nem tudott elindulni, de a szokás az kialakul. Ez most, én nem is tudom hány éve vannak ott ezek a elsőséges kötelező táblák. Nem két éve, ezek 5-6 éves sztorik. Én szerintem a lakosság ezt már abszolválta meg szokta. Én csak ugye valaki az Arany Jánosból, vagy én is jövök, én... Amikor kisgyerek voltam, az anyám vezetett bennünket, megászott az Antal bácsiék előtt. Addig nem néz, míg körül nem néz, érted? A gyalogossal is belénk, hogy megállok ott. Én mai napig megállok. Érted? Jó. De nem mondom, hogy... Én is láttam még olyat, aki ne állt volna meg, és nem szinte állóra a Arany Jánosból, és ne érzett volna tényleg körbe, jobbra, balra. Senki nincs, aki így egyenesen átmegy, mert az halálfélelme van. És ez nem biztonságos, hogy valakinek halálfélelme van, hogy átmegy egy kezdődésen, hiába véget. Szerintem. Erre ez, én szerintem majd egyszer gondoljuk még ezt egy kérdéssel. Kikölcsönöm a stót. Megálljon. Az lehet, hogy fogok erősen. Hogy a Hunyadi utca átmegy, álljon meg, stót táblában mindkét irányból. De szerintem. Most biztos, hogy erősebb. De akkor az biztos. Erika? Akkor lesz egy kamerzom. Erikát lesz egy az. Erikát figyelgeti, hogy hol jár, meg milyen gyorsan.
példát szeretnék mondani, tudom, hogy Számpár nem a mi témánk, de egy számpári példával tudnánk élni, hogy ahogy a Rákóczitról a Jókai utca kanyarodik le. Ugye az a főútvonal, ahogy megyünk egyenesen tovább, ott van kint egy elsősugarás kötelező jelzőtábla. Mindig megállok. Tessék, én mindig megállok. De igen. Nekem volt, aki mondta, hogy miért nézel jobbra, miért ne néznék jobbra. Mert akkor már négy autót fogtam volna, mert hiába van neki ott az elsősugarás jelzőtábla, én vagyok a védett úton, de elnézek, hogy tudja-e. Jött olyan balról is, aki egyenesen, mert azt mondta, hogy ő vagy egyenesen. A kressz értelmű, az megy egyenesen, aki azon a főútvonalon védett úton halad tovább. Azért mondjuk a berögződések, azok ugyanígy itt is látja az egyenes szakaszt, itt biztos mehetünk nyugodtan. A kultúraváltozás 7-8 évtel. Keszthelyi közben is megvan. Hát ez már többünk 7-8 évben volt. Igen, ott tudod. Egyik valaki visszatolod, de meg is szabályozó táblával, hogy... Ez kitolassan. Azért még megvan azért. És ez mikor lett akkor a Hunyadi utca, a Rajnáros utca, mikor lett megváltoztatva? Szerintem ez nagyon jó. Na hát akkor mégis nem volt egy 7-8 év ahhoz, hogy elögződjön, hogy megtanulják az embereket. Én soha nem fogok mondani. Azért, mert nem használod minden nap. Nem használod. Nem úgy, hogy kicsi korlátozott. A panasz észrevétel az ott élő lakosok része az elmúlt 8-10 évben nem. Én nekem, amit mondtam az előbb, hogy valaki visszaívott, a falunak a másik felé lakik. Nem én voltam, nem azon. Azért nem én fejezem, hogy nem te. Én azon csodálkozok, hogy te még ezt nem tetted szólva. Na, holott jön a pigeszkében. Nem sem van. Jó, a régi szép időben, mikor meg egyenrangú volt. Az volt. Az sem. Jó, szerintem utána a Pogácsát elfogyasztása közben még ezt megvitatja a tűnős kötelbát is. Az itt lévő javaslatokkal kapcsolatban egyéb részvétel nincsen, akkor aki elfogja, ki a tésztelt akársájázni. Köszönöm szépen. Akkor öt igen, aki tartózkodik, sem tartózkodás. Jó. Akkor a következő napi rendi pontunk. Ugye tegnapi napon érkezett támogatási kérelem a itt gyülekezete részéről, aki kettő, nem tudom, te úgy érzed, az is, jó. Támogatási kérelmet fordultak az önkormányzatunkhoz, amiben ők valójában, hát ezt a település lefordítanák ugye vissza. Talán régebben még az volt, hogy a gyülekezet és tagjainak, illetve minden személynek meghirdetett utazást támogattunk szendvicsekkel, rendezvényen ezzel azzal. Most viszont azt mondják, hogy abból a pénzből, amit ők kérnek, abból egy kalapjakab zenekar meghívását tennék a gyermeknapra, vagy a falunapra, vagy akár egy nyáresti koncertre, vagy a múzeumok éjszakáján, mondjuk Gerazoltán meghívását tennék, és egy futballtörténet kiállítás megnyitójával összekapcsolva tennék. Hát ez mindenképpen szerintem jó dolog. Ugye 300 ezer forintnyi támogatási kérelemről nyújtottak be kérelmet. Az én magam részéről azt gondolom, hogy az önkormányzat tartaléka terhére, nem is tartalék, ez be van tervezve. 3 millió forint van betervezve a civil szervezetek számára. Ez a támogatás a forrásunk adott és ez biztosítható. Hogyha külön szavazni kell, hogy egyes vagy kettes, vagy A, B, akkor azért az át tenném. Azért, mert tudomásom van róla, hogy a sportegyesület úgy szintén, hogy a Polgárról Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alapján nyert pénzt. És ők is tartják a Csetini Sportnapot, és a Csetini Sportnapon már lesz egy híres vendége a sportegyesületnek, és akkor az a rész, hogy ki van lőve. De maga a kis gyermekek, tehát szerintem a kalapja kalap, az már 10 éves korig? 8, 10. Óvi iskola első 1-2 év biztos. Hogy az ő nekik egy olyan esemény lehet, ami jó. Mondjuk nem egy, nem tudom, ezt a Timber lenne érdemes megbeszélni. Én azt tudom, hogy a falunap az most már viszonylag fel van töltve programokkal, meg a falunap az egy falunapja.
De az, hogy esetleg a gyereknapon nem hinném azt, hogy a gazdagabb még rájön, mert az ország minden pontján egy napon van gyereknap. Az nem tére. De egy külön nyár esti esemény, rendezvény a kastélyparkban, a bisztrónál, szerintem arra meg tökéletes, ahol esetleg az egyes verziót elfogadjuk, és akkor ott van az akár hétköznap is lehet, hiszen a gyerek már otthon vannak egy külön programban. Nem tudom, hogy van-e esetleg más javaslat, vagy észrevétel, vagy ne adj Isten, van-e olyan, aki nem támogatja a kérelmet, bármi. Akkor, hogyha elfogadja a tisztelt képviselő testület, akkor az én javaslatom az, hogy a Csetényközség önkormányzata itt a gyülekezetének kérelmét támogassa, és megköszönve a program lehetőségeket, abból az egyest választjuk, és az időpontot, valamint a lebonyolításnak helyett adó helyszínt, meg mindent, azt pedig akkor a kulturális munkatársunkkal egyeztessék el, és akkor szervezzék meg közösen. Ha ezt elfogadjuk, kérem készfeltartásra jelezzük. Köszönöm szépen, ha igen, mellett. A következő napjárni pont, ami összeg nélküli. Ugye még annó néhány évvel ezelőtt csináltunk egy ilyet, hogy a pályázati úton kimentünk pénzt adni a civil szervezeteknek, és mindig kiemeltük az energetikai korszerűsítésnek a lehetőséget, illetve az infrastruktúra fejlesztés lehetőségét. Még akkor szerintem a Lajos bácsi volt a vezető. Már akkor is a Pünkösdi gyülekezet mutatott igazán ebben példát, hogy ők valójában az önkormányzat csekély összegi támogatásait mindig felhasználva, nagyon szépen alakították ki mindig a gyülekezeti termüket. És tavaly talán a gyerekeknek a játszósarkát segítettük, előtte is volt az a nagyobb fejlesztés, abban is tudtunk pénzt adni, de bejárati ajtót is segítettük. Szerintem még a gázkazán cserébe is annó adtunk be, hogy ez a jó néhány év alatt tényleg szisztematikusan fejlesztették az épületet, és ugye akkor most elért az idő arra, hogy 6 darab fanyi lázáró cseréjét irányozták elő 2024-re, ugye ezzel további energetikai megtakarítást tudnának elérni, tehát gyakorlatilag az ő működési költségei kiadását lehetne csökkenteni. Összeg nem érkezett, de én, hogyha javasolnék, akkor szerintem a gyülekezet általában az összeggel egyenértékű. Körülbelül, tehát ez a 300 000, mert ez valahol nem tudom, hogy mennyibe kerül 6 ablak, hogy mekkora az ablak, de gondolom ez ilyen 1,5 millió forint körüli összeg. 120-as ablakokról van szerintem szó, a fönti részben, alul lehet, hogy 2-10-szerszem az 50-es, nem tudom, hogy azt is akar, tudom, hogy az igény fölmerül, de először csak a fönti tetőtérben elhelyezkedő ablakokról volt szó. Most akkor gondolom, hogy úgy van, hogy akkor a lentieket is. Jó, mert vagy mondhatnánk azt, hogy a támogatás, a teljes beruházás 20%-kal, hogy nem haladhatja meg a 300 000 forintot. Az mondjuk az, hogy egy másodjárulós beruházásnál érünk oda. Tehát, hogy legalábbis ezt a 300-at gondolnám úgy, hogy nagyjából rendben van. Ugye a baptista gyülekezet támogatási kérelem nem érkezett, de a baptista gyülekezet például ugye most lesz nekik a bakancstúra, amit minden évben az önkormányzat azzal támogat, hogy az ételt azt mi készítjük, és ugye ott önköltség van valójában, de az nem érje ezt az összeget, mert hogy mi főzünk, ha el kéne adnunk, akkor bőven megadná 300 000 forint, hogy nem eladásra készítjük. Nem tudom, van esetleg más javaslat? Hát én szerintem, tehát akkor nem a teljes összegnek a 20%-a, mert hogyha mondjuk csak 1 millió, akkor ugye alacsonyabb összeg, akkor jóval elmarad a hírgyülekezetének a támogatási összegétől. Én a 300 000 forintot maximizálom, de nekem teljesen azt mondjuk, hogy a Pünkösdi gyülekezet fejlesztéséhez az önkormányzat 300 000 forint támogatást biztosít. Ja, az is igen. Jó.
Így elfogadható a képzőtestület tagok számára? Ha igen, akkor olyan készmegadásra ez. Köszönöm szépen. Számomra nem. Nem. Miért? Azért szeretném megindokolni. Ja, bocsi. Szeretném megindokolni. Tudván azt, hogy én annak a gyülekezetnek vagyok a tagja. Igen. 21 éves korom óta, de csecsemőkorom óta a pünkösdi közösségbe születtem bele. 21 éves korom óta vagyok tag a gyülekezetben, és úgy tudom, hogy ugye én, mivel vasárnap is volt róla szó, a Filó László testvér, a lelki pásztor ezt mondta, hogy, a, hogy lesz el lehetőség, de nem úgy jött ez a, ez a szötlet, hogy, hogy felmerült ez a költség, és akkor, hogy na most kérjünk, mert nincs rá pénz, hanem én úgy tudom, hogy a László azt mondta, hogy a polgármester úr keresek meg azzal, hogy van lehetőség arra, hogy újabb pályázatot kérjünk az önkormányzattól. Igen. És én nekem azt nem tetszik ebben az egészben, megmondom, hogy, hogy tehát én úgy gondolom, hogy hát ez most kampányra megy. Ez a dolog. Én azt tudom, hogy hát most ezért sokan belém rúgnak, vállalom ért a felelősséget. Én úgy gondolom, hogy ezt az összeget lehet másra fordítani. Például a katolikus kápolnának a projektje, a felújítása, szerintem még elmondom ezt. Most az, hogy én azt támogatom, egy ékszer az a kápolna ott a taborban, és a katolikus közösség kevés létszámmal rendelkezik, kevés a támogatójuk. És amennyiben mondjuk nem azt mondom pont arra, de lehetne arra is, mert egyébként meg tiszteletbe kell tartani őket is, én nem vagyok katolikus, pünkösdista vagyok, de viszont támogatni kell, tiszteletbe kell tartani a katolikus testvéreket. Lehetne őnek is adni. Vagy fölmerült a korábban az is, hogy mennyi szegény van a faluban. Én szégyen szemre 6-800 méterre lakok az imaháztól, de sokszor autóval megyünk, mert nem akarom bántani a feleségemet, de sokszor várni kell rá. Ki kell bár a fürdőszobából, hogy autóval megyünk, azzal, hogy ne késünk túl sokat. És akkor persze bele kalkuláljuk, hogy utána vagy úgyis kimentünk volna a temetőbe, akkor onnét megyünk a temetőbe locsulni vagy bármi. Tehát mi is, holott jól esik a séta, de sokszor mégis autóval megyünk. A pünkösdi gyülekezetben 99%-ig vagy autóval érkezik, valamilyen szinten vagy autóval megy, vagy autóval viszik a tagokat, akik jönnek az alkalomra. Tehát nem egy szegény közösségről van szó, Bibliában megvan, Isten megáldja, nem hagyja, hogy az ő gyermekei kegyérgérgetővé legyenek, megáldja őket. Most én ezért, hogy én nem támogatom, vállalom a felelősséget, abban az esetben, ha most ezért kirúgnak, javaslom a lelki pásztor testvérnek, hogy tegyenek a vezetők felelőssé, rúgjanak ki, de amint megszüntetik a tagságomat, ezt az összeget én egyrészekben a két kezem által megkeresett munkabéremből, én ezt a 300 ezer forint összeget oda fogom adni. Azzal, hogy az én házamra is rá lehetne sokszorosan költeni, de a becsületem az diktálja, hogy én azt fogom adni, tehát nem azt, hogy nem támogatom, de most én ebbe egy kampány iszt érzem, és én ezért vagyok ellen. Ezt ő elnézést. Jó, ezt el kellett mondani, én ezt elfogadom, hogy elmondta, viszont attól függetlenül meg kell nézni az elmúlt évek gyakorlatát, függetlenül attól, hogy kampány vagy nem kampány, mindig az első negyed év, másik negyed év elején adtuk a támogatást az intézményeknek, és azért történt a telefonhívás, nagyon egyszerű oka van, hogy az egyéb támogatásokat, amiket idén megszavaztunk már a sportegyesület részére, vagy például most tényleg a vakancstúrára is adunk támogatást, hogyha kiírtuk volna a rendelet szerint, akkor mindenki úgy beadhatna a támogatási kérelmet, és meg kéne szavaznunk, de a költségvetésünkben arra nincsen pénz. Ezért a Filó Lászlót felhívtam, hogy ha adnátok be kérelmet, akkor arról tudna még most dönteni az önkormányzat. Mert szerintem a májusban döntünk róla, az kampány.
Nekem, én nem vagyok kampányban, és szerintem nem eldöntött én, hogy indulok-e polgármester. Nehogy nem. De én szerintem nem függetlenül. Az elmondottakra. Talán katolikus gyülekezet nevében is megköszönhetném. Én nem vagyok katolikus gyülekezeti tanulni a református, ő a hajdonságú lett. Viszont a katolikus kiskápolnánk a felújításnak az anyagi fedezete az azért biztosított most, mert egy az önkormányzat jelentős anyagi támogatást biztosított hozzá. Igen. Kettő, ugye a polgármester úr a saját visszaadjának a tervéről lemondott egy jelentős összegű 1 millió forintról. Ugye én azzal, hogy januártól van más feladatellátás, mondjuk jeleztem a testületnek, én is lemondtam a saját tiszteleti januáról 1 millió forintról, illetve a katolikus főegyház megye. Főegyház megyéhez írtunk egy pályázatot Esperes úr részvételével, amire megkaptuk ugyanúgy a pénzt. Szűkös az eklézsia, de elég arra, hogy a kiskápolna a régi állapotában pompázott. És az, amikor a költségvetésben elfogadott támogatási összeg, vagy keretösszegeket, mint civil szervezetek egyházak támogatása, akkor mi azt nem veszük figyelembe, hogy éppen melyik gyülekezetnek milyen anyagi lehetőségei, vagy esetleg korlátai vannak, hanem mi ezt jó szívvel adjuk. És akkor, amikor nem tudtunk adni, akkor nem szóltunk, hogy tudunk adni. Hiszen volt egy Covidunk, volt egy háború előtt, vagy háborús időszakunk is, nem volt rá pénzünk. Mi szerintem 2023. június 1-jel kerültünk abba a helyzetbe, hogy újra tudunk támogatást biztosítani a civil szervezeteknek és egyházaknak egyaránt. Tehát a döntés, amit mondtál, azt az én részemről elfogadom, de alapvetően csak elfogadni tudom, egyetértelme. Jó? Én köszönöm szépen, hogy észrevettem, hogy vannak szegények, tehát nagyon csodálatos a kampuszkapu, be lehetne tenni két asztalt, és akkor többen véletlenül is azokat a személyeket, azokat a szegényeket mondani, hogy gyere, hozd a gyerekedet, és akkor a következő két hónapban minden nap biztosított egy ebéd, meg egy kis uzsonnát is így a gyerekednek, és sokkal többet érnek, tehát nem vagyunk szegények. Nem vagyunk szegények, én most úgy tűnt, hogy magam ellen, a gyülekezetem ellen, nem ellen beszélem, mert én átvallom azt a költséget, de feltétele, hogy zárjanak ki a közösség. De Attila szerintem... Ezért, mert ilyet teszek. Nem. De én igazságot szeretnék élni. A szociális három igazságos. Tehát nincs olyan, aki éhezzen a faluban. Nincs olyan, aki ne kapna ételt, ha kér a faluban. De azt szerintem te sem gondolod komolyan, hogy gyakorlatilag ételosztást rendezünk a településen. Hát nem, persze, hogy mert hogy a csetényi embert büszke. Jó? Nem fog odajönni. Ezért mi különben keressük azokat, akiknél probléma van, és tudjuk, hogy probléma, és segítjük őket. Azt, hogy ezt nem tesszük ki országvilág el, és mi ezzel nem kampányolunk, ez maradjon meg. Tehát mi sokkal kevésbé használjuk kampánycélra az önkormányzati működést, mint egyesek. Mi nem kampányolunk az önkormányzat működésével, mi az önkormányzat működését a település javára fordítjuk, kampány nélkül is. Tehát szerintem ezt én itt lezárnám, tehát elfogadtuk a működőgyülekezet támogatását. Mondom, ha meghallgattam, rendben van, egyet nem értek azzal, amit mondtál, de ez meg az én véleményem. Jó? A következő nap... Nekem csak még egy gondolat van ehhez, hogy megmondom, én sem értem ezt a történetet, nekem is kell, de igazából nekem én csak annyi kérdést tennék fel, hogy akkor mikortól kezdve ne adjunk senkinek támogatást? A választások előtt egy évvel, két évvel, három évvel, mikor számít kampány, mikor nem? Ugye itt ez egy elég, vagy ebből indult ki a történet, azért itt akkor kell egy határt húzni valahol, és akkor hozok egy szabályt, hogy a szabályt hozzá, ez most egyértelműen arra megy, hogy az Attil is mondta, hogy már hány hónapja folyik a kampány. Kinél? Nem a tiéd, hogy már elkezdték a kampányt. Más kampányról. Azért mondom, de hogy én meg úgy éreztem, hogy ez meg a természetről egy nem is több. A kampánytól, amikor kezdődik a választás másnapja. De a választás másnak olyan persze, hogy nem kezdek, mert én 19-ben sem kaptam annyit, egyetlen egy szavazatot, úgyhogy én nekem nem támogatom. Jó, menjünk, mert szerintem rágatástól indulni kell. Még egy napirendi pontunk van. Bocsáss meg, hogy... Semmilyen. Azért vagyok, hogy elmondjuk és megosztjuk egymással. Azért lesz még szavazat. 4 percünk van.
Az önkormányzathoz érkezett egy kérelem, ami összeget nem tart, az ugye hosszú évek óta a Vörös József és családja azt gondolom, hogy méltán képviselő Csetén települést, a Nemzeti Vágtán viszi jó hírünket, még a gyermek és a kimunikási szész idejében nyert, mert mindenki tudja, hogy a Tomi Csetén Csetén. Jó? És ugye két lovas nem indíthat Csetén, csak egyet. És amikor a Jutó másik lett a Nemzeti Vágtán, és ugye akkor még huszárkardot, ugyanazt a kicsi vázát megkapta helyettél minden megcsináltuk, akkor ugye nekünk megkapta megállapodásra, hogy mi világ a világban Csetén színeibe versenyhez, mert hogy ő Csetén. És a Tomi nem tudott így ketten, nem lehetett Csetén. Még mi lett a döntőbe két Csetén, a többieket meg kitiltottuk. A Jocó is minden évben szerintem valamilyen módon önkormányzat kötvesség is ennek a támogatása. Ezt nem tudjuk eltolni június-július, mert ő nem megy a felkészülési időszak. Tavaly emlékeim szerint 200.000 fő támogatást biztos tudtunk nekik a felkészülésre. Erre ez gyakorlatilag ahhoz képest, hogy mennyibe kerül a felkészülés egy ilyen versenyre, elenyész összeg, de mégis van erkölcsi értéke. Ezért én szeretném kérni a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2024-es év Nemzeti Vágtában is a Vörös Józsefet, illetve az ő által kinyitott versenyzőt támogassuk. Csetén színében versenyzőt támogassuk 200.000 forinttal. Ha ezt elfogadják, nem készletetésre érzik. Köszönöm szépen, akkor ez 6, igen. A egyéb napirendi pont akkor annyi van, hogy a vagyonkatesztellyel kapcsolatos ismertetést akkor a következő testületi ülésre napirendre vesszük. Természetesen előzetesen a tisztelt képviselőtestület fogok megkapják a vagyonkatesztellyel, azt átnézhetjük azzal kapcsolatos kérdéseket fel. Én már szeretném most jelezni, kampány, én a kampány oda, igen. De a járdaépítéses ajánlatkérés az ma ki fog menni a vállalkozók számára, amit beérkeznek, és még április hónapban gondolunk arról, hogy ki legyen a kivitelező, és ki fogja elkészíteni a járdáknak a részét, és ez nem a kampány, hanem önkormányzati feladatok és működését fel kell tartani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, meghallgattak, és akkor áprilisban még egyszer találkozunk. Köszönöm szépen!